Világbajnokot köszöntök a stúdióban. Hetekkel ezelőtt Milánóban a kajakkenu VB-n nyert aranyérmet az UTE versenyzője, de a beszélgetésre csak most került egy sor. Hogy miért? Nos, ezt is megkérdezem Tóthka Sándortól. Szervusz, Sanyi! Ja, gratulálok! Hát hihetetlen, egy világbajnokkal ülök itt szemben. Amikor legutoljára itt voltál, akkor még csak idézőjelben azt lehetett mondani, hogy ifjúsági Európa-bajnok, junior Európa-bajnok, nem tudom milyen Európa-bajnok. Most pedig már a felnőttek között egy világbajnoki aranyérem került a nyakadba. Tudjuk, hogy milyen volt ez a világbajnokság Milánóban, de azért meséld el, légy szíves, hogy azt a bizonyos döntőt, amit kétszer kellett megnyerni. Szóval ez hogy alakult? Volt már ilyen az életben? Ez a kettő döntő nagyon érdekes volt, mert az első futamra ugyanúgy készültünk, mint bármelyik futamra. Beálltunk, megcsináltuk, és amikor beértünk a cél, átmentünk a célvonalon, mondták a versenybírók, hogy hibás rajt, és hogy újra kell menni. De várjunk ezt a hibás rajtot, hát a telején a televízióban néztem sok magyarral, és szurkoltunk. Mi az, hogy hibás rajt, amikor a mezőny 90%-a úgy elment, mint ahogy ti is elmentetek, senki nem vett észre semmit. Akkor ez hogy lehet mondani, hogy ez egy hibás rajt? Tudod, utólag megnéztük a felvételeket, és ugye bebizonyosodott, hogy az angolok rajtoltak be, és annyi, hogy ott nincsen olyan magas szintű rajgép, mint ami az olimpián lesz, egy magyar cég csinálja egyébként ezeket a rajgépeket, gyengébb minőségű, tehát nagyjából le lehet nyomni, hogyha nagyon erősen két ember erősen belehúz, le lehet nyomni, és valószínűleg ezért történt a hibás rajt, csak ugye, ha minden igaz, a szervezők mondták, hogy ők jeleztek nekünk, csak ki hallja azt 200 méterre. Amikor a verseny hevébe vagyunk, amikor tudod, hogy olimpiai kvótákért kell küzdeni, akkor egyszerűen, és főleg, hogyha mennek a nagy esélyes, a szerbek, ők mentek mellettünk, hát akkor menni kellett. És azok is tovább. Húzták, ahogy kellett. Így van, persze, azok is húzták, úgyhogy nekünk is mennünk kellett, nem volt gondolkodási időnk se. Meg volt az ünneplés, mindenki ünnepelt, mi a televízió előtt, meg gondolom a nézők is kint a lelátókon, aztán utána jött egy ilyen, hogy valamit nem értek, mondta a kommentátor. Uh-huh. Azt írják ki, hogy új futam lesz. Jó? Na most erre hogy lehet felkészülni, amikor egy győztes, egy világbajnoki aranyérem megvan? És akkor azt mondják, hogy figyeljetek, fiúk, hát ez most akkor figyfenét se ér, ti következtek majd néhány óra múlva. Mit csináltatok? Honnan volt az erő? Hogy készültetek? Miről beszélgettetek? Az az érdekes, hogy nem is azt mondták, hogy néhány óra múlva, mert amikor beértünk, akkor mondták, hogy újra kell menni. Ideges voltam, nem tudtam más csinálni, de utána mondták, hogy én gondoltam magamból, hogy jó, elfogadjuk, nem tudunk más csinálni, majd holnap megyünk egy másikat. De aztán mondta a Peti, Molnár Peti a mögöttem ült, és ő mondta, hogy Sanyi, 40 percünk van. Akkor nem hittem, mondom, csak 40 percünk van. Ilyenkor mit csinál az ember? Kiszálltunk a partra, a parton töltöttünk 10 percet, a masszőrök átgyúrták az izmainkat, ezt a felgyelömű teljes ovataszprit kimasszírozták belőlünk, és utána mentünk is le vízzel. És Sanyi, egy edzésen, itthon a Dunán, amikor mentek egy igazi pályát, mondjuk egy ilyet, egy ilyen 200 métert, mennyi pihenő kell, hogy ismételten egy ugyanolyat tudjatok produkálni? Mondjuk edzésről beszélek most. Nem tudom neked pontosan megmondani, az akkori formától is függ, de azt meg kell, hogy mondjam, hogy teljesen csúcsformában voltunk a világbajnokságon, mikor is, ha nem egy világbajnokságon, és hogyha ez megvan, érdekes módon mi jobbat mentünk a másodikba, mint az elsőbe. Azt is lehetett mondani, akkor ez egy kis bemelegítés volt. Most már élesen. Világbajnokként nyugodtan mondhatod. Így van, így van, most így van. Lehet ezt így mondani. De nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, annak ellenére, hogy főleg így utólag már sokkal jobb rá visszagondolni. Lehet egy ilyen malőrre felkészülni? Nem. Tehát, vagy most azt mondják majd legközelebb, hogy jön egy nagy verseny, lesz egy olimpia, lesz bármi. Készüljünk arra, hogy még egyszer le kell nyomni a pályát. Erre nem lehet. Mi is az edzőnkkel, Hős Viktorral mindig átbeszéltük a versenyeken és az edzéseken, és átbeszéltük, hogy milyen esetőségekre tudnánk fölkészülni. Szembeszél, hátszél, oldalszél, hullámos víz, tiszta víz. Ez nem volt benne. Arra is fölkészültünk, hogy hibás rajt. Tehát szokott olyan lenni, hogy belehúz valaki a rajgépbe, oké, mondják már ott a rajtvonalnál, hogy hibás rajt. Na jó, de akkor két méter után megálltok. Így van, és akkor megállunk. De erre, hogy végigmegyünk egy
teljesen erőbedobással egy verseny, egy döntő pályát, és aztán mondják, hogy menjünk egy újat, hát az nem lehet felkészülni. Nem lehet felkészülni. Első felnőtt VB érmed volt ez a milánói? A második. Második. De az első arany. Tessék? Ez az első arany. Nem. Ez a második arany érmed. Ne szórakozz velem, de, hát de, ilyen hibát hogy követhetek el? A második arany, mert a tavalyi világbajnokságon, a moszkvai világbajnokságon mi a 4x200 méteres váltóval nyertünk, de amik picit annyival csökkenti annak az értékét, hogy az nem olimpiai szám. Jó, bocsánatot kérek, különben most már emlékszem a beszélgetésünkre, amikor arról beszéltünk, hogy hogy lehet, hogy egy bójával előbb megállt a másik magyar páros, vagy illetve nem húztak akkorát. Igen, most már emlékszem, de bocsánatot kérek. Hát azért nem mindegy, hogy egy vagy két világbajnoki aranyérem van. Nem baj. Tessék szépen szerezni a többit, és vállalom azt, hogy mindig téveztek. Tehát akkor ez az aranyérem, mint olyan értékesebb. Igen. Ha lehet súlyozni. Értékesebb, mert tudod, mégiscsak egy olimpiai sportákról beszélünk, és nekünk a valami, az az olimpia, az a minden sportul ezzel kell, ezzel fekszik, hogy kajakozik, és nálunk az olimpiai számok azok kiemelt figyelmet kapnak sportágon belül, de igyekszünk minden számban a legjobbat elhozni természetesen, de az olimpiai számok... Hát ezt látjuk a világversenyeken, hogy azért nagyon-nagyon ritka az, hogy magyar versenyző nincs bármelyik számban a döntőben, a fináléban. Ez azért a magyar kajakkenu sport erejét bizonyítja. Ha már olimpiai kvalifikációról beszéltél, megvan a hely. Megvan a hely? Tietek a hely? Nem. Úgy van meg a hely, hogy nálunk kajakkenuben nem úgy működik az egész szervezet, hogy ha egy sportoló megszerzi a kvótát, akkor magának szerzi, mint például atlétikában, úszásban, és mondhatnám sok más sportágban, mi a helyet szerezzük meg, és a jövő évben, 2016, talán tavaszán, meg nyár elején lesz 2 darab olimpiai válogató, és hogyha azt meg tudjuk nyerni, ezt a 2 válogatót, akkor lesz végleges, hogy mi mehetünk az olimpiára, de... Tehát addig akkor nyugodtak nem lehettek. Nem, egyáltalán nem. Sőt, talán még örülök is. Persze jobb lenne úgy készülni már most össze, hogy mi vagyunk az olimpiai indulók, és erre tudunk készülni, de azért ez megint teljesítmény növekedésre sarkal minket, mert tudjuk, hogy jövőre válogató van, nem ülhetünk a babérjainkon, és aztán ki tudja, lehet, hogy ez válik majd hasznunkra. Ugye emlékszünk arra a példára, és nehogy ez történjen meg, hogy a 200-on, a kajak 1-es 200-on a legnagyobb esélyesünk nem tudott kvótát szerezni az olimpiára. Már nincs is esélye? De van még esélye, igen. Én amúgy benne voltam, benne még talán biztosabb voltam, mint magunkban, mert azért sejtettem, hogy a Dudás Miki ő kvótát szerez. Persze nagyon sajnáljuk, hogy nem sikerült neki. 200 méter egyszerűen hihetetlen. Hány levegőt vesztek? 3-at? Most ezt nem tudod, tehát fogadom, de ez borzasztó. De szerencsére van még lehetőség. Van jövőre pótkvalifikációs világkupa, ahol minden számban a legeslegelső az aranyérmes fog szerezni olimpiai kvótát. Mindenki, nagyon sok amúgy, Mikin kívül nagyon sok esélyes, olimpiai érmes, többek között olimpiai bajnok 2001-esben nem szerzett kvótát. Ez is mutatja, mennyire kemény ez a 200 méter. Ez a 200 méter, ez hihetetlen. Nagyon kemény. Évről évre robbanékonyan fejlődik a sportágunk. Hány másodperc alatt húzzátok le mondjuk a párosban, kettesben? Most a világbajnokságon 30,9-et mentünk. 30,9, ez azt jelenti 200 méteren, hogyha edzések alatt egy átlag sportoló nem atlétáról beszélek, ha 30 másodpercen belül tudja futni a 200-at, az egy jó eredmény. Igen. Volt, hogy alkalmam ezt bizonyítani, mert annak idején, amikor én sportoló voltam, nekünk is voltak ilyenek, hogy sokszor 200, és amelyik nem 30 másodpercen belül van, az nem ér. Az nem. Szóval, nem volt egyszerű. Vegyük úgy, hogy megvan a riói kvóta, ugye, mert az megvan. Vegyük úgy, hogy nem lesz semmi probléma. És hát voltatok Rióban nem is olyan régen. És kedves nézők, ezért nem sikerült Sándorral a világbajnoki címe után beszélgetni, mert ugyan telefonon egyeztettünk, de mondta, hogy arra nincs ideje, hogy meghalljon. Kitette a cuccot, megsimogatta az aranyérmét, ült a repülőre és elrepült Rio de Janeiroba. Szóval
Milyen volt Brazília? Először Brazíliáról kérdezte. Nagyon jó volt, amikor leszálltunk a reptéren. Már akkor éreztem, hogy annyira más az egész, a klíma, a levegőnek a párás ott a levegő nagyon, és szinte harapni lehetett. És nagyon tetszett. Tetszik a környék, de azt tudni kell, hogy ott nincsen a társadalmi rétegebb köztes állapot, tehát vagy a nagyon szegény, vagy a nagyon gazdag. Mivel Brazíliában mindig álló nap, egész nap dugó van, a gazdagok helikopterre repülnek, mert hogy kikerüljék a dugót. Hát aki megteheti, ő helikopterrel megy, a szegények pedig, tudod, ott látszik, hogy a hegynek az oldalán, a bádog városokban ott élnek. Persze, hát azt amúgy olvastuk is, hogy ott Rio de Janeiroban van a legnagyobb ilyen bádog város egész Dél-Amerikában. Hát tényleg amúgy elképesztő látvány, hogy ők is ugye milyen körülmények között élnek, de egy összességében nagyon szép hely Brazília, és nagyon remélem, hogy őre nem turistaként fogok oda várni. Hát ne is. A környezetet átbeszéltük. Milyen volt a szállás? Ugyanabban a szálló, tehát ugyanott laktatok, ahol majd az olimpián lesz elszállásolva a magyar csapat? Így van. Készen van már a falu? Nem a magyar csapat, ne, a faluban nem voltunk. Faluban nem voltatok? Nem, mert az olimpiai falu és a kajakkenu pálya között durván egy olyan 45 perc alatt lehet elérni. Nagyon sok, nekünk ez nagyon sok. Valószínűleg más atlétáknak, vagy más sportoknak is ennyi időt vesz majd igénybe az utazás. És nekünk szerencsére a szövetségünk foglalt egy szállást, már le kellett foglalni előre, már az egész csapatnak jövőre. És ott nekünk aránylag közel, kb. 10 percre vagyunk a pályától, tehát ez is meg fogja nekünk sokkal jobban könnyíteni a dolgunkat. Hogyha... Ez jó, normális, elfértek az ágyban, persze. Mert ugye pontosan tudjuk, hogy azért vannak itt problémák szállások és szállások között. Ez teljesen jó, maximálisan meg vagyunk elégedve. Ugye ezért is volt ez a tesztverseny, igen, hogy leteszteljük a szállodát is, és ő nagyon jól vizsgázott, és biztos vagyok benne, hogy a szállodán nem fog múlni a jó eredmény. És milyen volt a verseny, ha már mondtad, hogy tesztverseny volt? Érdekes mennyire volt. Igen, ezt akartam, hogy jó, meg volt egy világbajnokság, elmentünk, ünnepeltünk, pezsgőztünk, vagy nem pezsgőztünk, és akkor jött egy olimpiai tesztverseny. Ez érdekes feelingje lehet, érdekes érzés lehet. Érdekes, mert ugye valamelyik ország nagyon készült rá, valamelyik meg nem, többek közt a magyarok sem. Ezt nem kell úgy érteni, hogy teljesen nem érdekelt minket, csak tudjuk, hogy a világbajnoki kvóták már nagyon sok számba megvan Magyarországnak, és ezt lehetett úgy is fölfogni, mint egy jutalomút a szövetségtől, de természetesen kérték cserébe, hogyha megadjuk nektek ezt a lehetőséget, hogy kijöjjünk, leteszteljük az olimpiai pályát, akkor vegyétek komolyan. Hát délelőtt, komolyan vettétek. Komolyan vettük, délelőtt edzettünk, délután pedig város néztünk, fölmentünk a Krisztus szoborhoz, a Cukorsüveghegyre mentünk, és jól éreztük magunkat, tehát igazából ilyen kicsit ilyen átmenet, mintha ilyen átmeneti lenne, hogy a verseny szezonból, meg a pihenő szezonba ott egy kis átmenetet képeztünk, de nagyon jól éreztük magunkat. Azért nem menjünk el a verseny mellett, azt pontosan tudom, hogy szakadó esőbe volt a 200 méter, el is meg kell készülni, lehet, hogy az olimpián is szakadni fog az eső. És még ráadásul még 18 fok is volt, vagy 20 fok. Nagyon hideg volt oda, amikor itt a nyáron 30-40 fokba edzettünk, ott szakadó esőbe, 20 fok. Ugyanazon a pályán volt a verseny, ahol majd lesz az olimpia. Így van. Milyen a víz? A víznek a minősége jó, tehát nem igazolódtak be azok a pletykák, hogy tele van döglött hallal, nem lett tőlük evezni, tehát mi ezt nem tapasztaltuk. Egyetlen egy probléma a hínár. Nagyon hínáros a pálya. Igen. És mivel a kajakoknak meg a kenuknak fölakad az orrára, a kajakoknak a kormányára, és ugye ez visszahúz, ezzel fontos... És mit lehet ezzel csinálni? Hát a brazil szövetség az olyan átalakított hajókat alkalmaztak, ami egy nagy kerék mozog a hajó oldalán, és kiveszi, kiszedi, tisztítja a vizet a hínároktól. Egész nap ment, de hát annyi hínárt szedtek ki, és még mindig mi a döntőben amúgy fölakadtunk a hajó orrára. Most nem tudom, hogy mennyit vesztettünk vele, de azért hátretudtunk minket. Hát ez igen, ezt nem is tudom, melyik magyar kajakos mondta, hogy a hínár nem Brazíliában, hanem nem valamelyik Magdeburg, vagy valahol.
A hínár az, igen, a lapátba beleakadt. Tehát, veszélyes lehet. Veszélyes lehet, nem baj. Ezzel együtt az előjelek azért jók, nem? Teljesen jók. Tehát minden érdemes volt kimenni, rendben van, megismertétek. Van még tervbe véve, hogy az olimpia előtt magyar csapat kiutazik még egyszer? Én nem tudok nem róla. Nem tudsz róla, nem inkább a készülés van. Persze. A másik, ami nehéz volt, már bocsai közbeszólok. De nyugodtan, beszélgetünk. Hogy a képzeld, a nagyon sokan megbetegedtek, ugye a hasmenés. Mitől? Gyomorrontás, na hát ezt nem tudjuk. A szállodában mindenki egyformát evett, és lehet, hogy a víztől, vagy egyszerűen csak legyengült a szervezet, nem tudom. De az egy csapatnak így szépen sorba betegedtek meg az emberek. Elsőnek edzők, utána a vezetőedzőnk, Storzbotond is beteg lett, majd később azért egy-két versenyzőnél is jelentkeztek a tünetek. Sőt, amúgy csapattársamnak is, meg egy másik, például Szabó Gabinak is a hazafele úton lettek rosszul. Mit tettetek? Vagy mit ittatok? Mert ez nagyon fontos, ugye üveges víz, tehát palackos víz, így az van. Egyértelműen csapvíz nincs. Salátát ettetek? Én speciál nem ettem salátát. Nem. Nem is lett semmi bajod? Nem. Bár pont azon gondolkodtam, hogy a Baku Európa játékokon olyan gyomorrontást kaptam, 3 napig pirítós tettem, nagyon rosszul voltam, és valószínűleg az ottani vagy víztől, vagy ételektől nem. Mert ki tudja, a saláta az egy nagyon érdekes, hiszen ugye megmossák, a zöld salátákra gondolok. Te nem meghámozzák, megmossák, vagyis úgy teszik oda. Na most milyen vízbe mossák? Hát persze, csapvízbe. Ugye, és innentől, de nem lehet ezt tudni, persze, de rendben jött mindenki. Persze, teljesen. Hát ez olyan vírus, ami egy nap végig megy az emberen, és utána már minden rendben van. Én speciál a direkt nem figyeltem oda, hogy üveges vízzel mossak fogat például, mert hogyha valami gond van, és kijön, akkor inkább most jöjjön ki. És ne jövőre. Uh-huh. Úgyhogy én erre nem figyeltem igazából, és nem is lett semmi bajom szerencsére. Jó, hát egy ilyen bivaj embernek, ami baj lehet. Jó, hát ez terve, de azért figyeljél oda, légy szíves, mert annak idején mi is bejártuk a világot, például pont Kalkuttában volt egy világbajnokságunk. Azért az nem egy kellemes dolog, amikor egy olimpiát, világbajnokságot mondjuk gyomorrontással, hasmenéssel kell végigjátszani. Ez nagyon kellemetlen. Ez tessék figyelni, hiszen olimpiai bajnokkal szeretnék beszélgetni, bár azt tudod, hogy itt egy kicsit puskázom. Elárulom, hogy Gyoma Endrődön már olimpiai bajnokként köszöntöttek. Tudsz róla? Nem. Tényleg? Egy tudósítás címéből derült ki, még pedig az volt a tudósítás címe, hogy Tótka Sándor olimpiai bajnok ünnepélyes fogadtatása Gyoma Endrődön. Ők valószínűleg az ifjúsági olimpiára gondoltak, és még ugye ez még 5 évvel ezelőtti történet, de igen, volt ilyen. Mit szólnak otthon? Mert ugye tudjuk, hogy Gyoma Endrődről jöttél föl a fővárosba, az Újpesthez, az UT-hoz. Voltál gondolom azóta otthon. Persze. Milyen hazamenni? Én nagyon szeretek mindig hazamenni. Amikor kicsit így besokolok itt a fővárosban, én nem itt nőttem fel, nekem azért ez a nyüzsgés, a zaj, ugye a tömeg, nekem ez egy kicsit szokatlan, bár imádok Budapesten élni, nagyon szeretek itt élni, de azért néha jó elmenni vidékre, kikapcsolódni. És mit csinálsz otthon? Mit csinálsz ott lent? A családdal vagyok. Ugye sajnos kevésszer találkozok a szüleimmel, nagyszüleimmel, rokonokkal, és családdal foglalkozom. Örülök mindig, hogy a nagyszüleimmel is el tudok menni hozzájuk beszélgetni. De amikor a városba közlekedek, akkor mindig, amikor vagy gyalog, vagy biciklivel, vagy kocsival, mindig megállítanak, gratulálnak, és annyira jól esik az embernek, hogy tényleg, hogyha elmegyek A pontból B pontba, 3-4 ember tényleg mindig gratulál, mert ugye ismerik egymást az emberek. Egy kisváros, ugye 15 000 fő lakik Gyomendrődön, és jól esik az embernek, hogy ennyien figyelik, és ennyien támogatják, és szurkolnak neki. Itt a beszélgetés előtt mondtad, hogy itt láttak téged lila mezbe, út és pólóban, itt is történt valami. Így van, mert pont mielőtt bejöttem, átvettem a pólómat, ez az a újpesti pólót, és egy úr meg egy hölgy mondta, átvettem a pólót, látták, hogy út egy kajakkenu, és mondták, hogy csak az Újpest. És azért olyan jó, mert amikor egy ilyen közösségbe tartozik az ember, tudja, hogy
amikor odáll a rajthoz, hogy egy egész, pont a szakosztály vezetőnk írta nekem SMS-be a döntő előtt, hogy Sanyika, egy 200 klubtársad, mi kajakos klubtársad, illetve egy egész ország áll mögötted. Úgyhogy, és azt ne felejtsük el, és Újpest egy 100-110 ezeres város. Így van. Itt Budapestnek ez egy városa a városban. Én büszke vagyok arra, hogy újpesti lehetek, és tényleg sokkal könnyebb odaállni egy világbajnokság, vagy egy ilyen háttérrel. És annyit beszéljünk még egy picit erről a gyomajendrődi kirándulásokról, látogatásokról, ott azért van trakta. Itt is enni kell, ott is enni kell. Szóval hogy működik ez ilyenkor? Hát inkább az, hogy itt is, ott is enni kell. Ez a ünnepek, az ünnepek az ilyenek, tudod, a húsvét, karácsony, az olyan, hogy délbe is megyünk rokonokhoz, este is, akkor mindenhol enni kell, de amúgy... Mi te szerencsés vagy, nem hízol? Képzeld, hogy nem. Hát ilyen még az életemben nem látom. Én mit küzdöttem arra, hogy lefogyjak 10-1-néhány kilót, és igen, te meg eszel, és ugyanúgy nézel ki, mint x hónappal ezelőtt. Képzeld el amúgy, hogy a csapattársaimnál is, illetve akikkel beszélgetek, sportolókkal, akik, amikor pihenőjük van, oda kell figyelnünk a kajára, mert elhíznak. Míg én, hogyha én abba hagyom a sportot, a napi két edzést abba hagyom, akkor csökken az étvágyam, kevesebbet eszek, és ugyanúgy teleszem magam, és nem hízok. Jut eszembe, most könnyen meg tudtuk beszélni ezt a randevút, vagy bejöttél ide hozzánk a stúdióba, mennyi pihenőt, tudom, hogy pihenő van, mennyi pihenőt kaptatok? Edzőnk azt mondta, hogy amikor kint voltunk a tesztversenyen, kérdeztem az edzőmtől, hogy Viktor, mégis mennyi pihenő fogunk kapni? Hát ez már a pihenő. Ó, mondom, nem erre a pihenőre gondoltam, de amit tényleg pihenésre tudunk tölteni, az 3 hét, és október 5-én kezdjük a munkát, de ahogy beszélgettem ugye a magyar csapatból, kenusokkal, lányokkal, mindenki azt mondta, hogy körülbelül mindenki így kezdi el, tehát ez a szűk hónap, ez a pihenőnk. Meddig lehet vízre menni itthon, az időjárás függő, vagy a víz hőmérséklet függő? Hát mondjuk, nem. Ugye borulni nem nagyon szoktatok nem, már. Nem szoktunk már, nem, inkább az időjárás, attól függ, hogy szerintem olyan 16-14 fokba tudunk még evezni, az nem probléma. De szeretnénk tavaly, amikor volt egy sprinttábor Sevillában, ugye 8 sprinter kiment, és megnéztük, hogy melyik párosok muzsikálnak a legjobban. Többek között így alakult a mi párosunk is, a Molnár Petivel. És szeretnénk kimenni megint Sevillába, hogy novemberbe, úgy ott ilyen 25 fokok vannak, 23-25 fokok. Azért úgy kellemesebb letenni a kajakot, télire eltenni a kajakot, onnan, mint a mondjuk a 12 fok volt. Tehát ez szerencsére, ha minden igaz, lesz rá lehetőségünk, és így szeretnénk abba hagyni az evező szezonunkat. Egy utolsó kérdés, vagy utolsó előtti. Láttuk a televízióban a kenusok lélekvesztőjét, mert másnak nem lehet. Ez nem is tudom, hogy férnek bele, hát a térdük alig fér bele ebbe. Ez valami borzadály. A tietek mennyire borulékony a ti kajakotok? Borulékony, mert ugye a tévéből, mert az nem látszik nem annyira, hogy ilyen borulékony. Például az unokatestvérem pont mondta, hogy a Sanyi a kajak, az borulékony. Mondom, figyelj, egy másodpercig nem leszel benne. Jaj, nem mondd meg, ezt nem hiszem, nem fog beborulni. Mondom, figyelj, be fogsz borulni, higgyél már nekem. Instabil. Tehát nekünk is, amikor elkezdünk kajakozni, egy mini kajak, az a neve, rövidebb, szélesebb kajakba megyünk, ami elég stabil. És utána szépen lassan, fokozatosan átállunk ezekre a versenykajakokra, a keskeny kajakokra, és megszokás kérdése. Ugye mi már stabilak vagyunk benne, de azért kellett ez az átmenet, hogy ilyen szinten meg tudjunk lenni. Tehát, hogyha én beleülök a tuladon, kiesem azonnal. Valószínűleg így. Valószínűleg. De ha elmennünk párosba, akkor valószínűleg tudnék neked annyit segíteni, hogy bemaradjál a kajakba. Akkor szabadon foglak. Ezt azért kérdeztem, tényleg azért kérdeztem, mert sokat beszélgetünk a barátokkal, az ismerősökkel, hogy a kenúról nem, hát mondom, az egy másik kávéház, az ott nem is tudom. Tényleg te bele tudnál térdelni egy kenúban? Térdeltem kenúban. A verseny kenúba, tehát a keskeny kenúba. És az a legnehezebb a kenúba, hogy nincsen kormányuk, és egyenesen kell mennünk, mikor egy oldalt eveznek. És én, amikor kipróbáltam a kenut, a szegedi pályán volt, beszálltam az egyik stégen, mentem egy félkört parttól partig, beérkeztem. Nem mondott, hogy nem estél bele? Nem.
nem estem bele, és nem tudtam egyenesen menni. És olyan félkört mentem, utána a parton visszahoztam a kenut, aztán megint mentem egyet. Nem tudtam. Nem, meg egyenesen sem tudtam menni, megfordul sem tudtam, úgyhogy így csináltam inkább. Szóval ezt azért kérdeztem, mert hogy nézegetjük, és mondjuk, hogy az lehetetlenség. Nehéz. Szóval ez. De ők meg kajakozni nem tudnának. Ez oda-vissza működik ez az egész dolog. Hát kívánom neked azt, hogy október elején ugyanígy nézzél ki, de hát mondod, hogy így fogsz kinézni. És kívánom azt, hogy hihetetlen energiát fecsöljél bele ebbe a felkészülési időszakba. Azt nem kívánom, hogy a válogatókon úgy szerepeljetek, hogy tiétek legyen a hely, hiszen úgy fogtok szerepelni, ebben biztos vagyok. És annyi még egyszer gratulálok az újabb aranyéremhez, most már nem téveztek, párodnak is, és hát mindent bele, hajrá, Ute! Köszönjük szépen!